No, elindultunk Gangotriból fel a Ganges Gletscher vidékére. Az első állomásunk az Bósbasza lesz. 14 km lovaglás, gyönyörű környezetben. Az az utolsó icipici, úgymond lakott terület. Hát nem mondom, hogy település, mert egyetlen egy templom, meg egy határőrállomás található ott. Ott vannak azok a Sri Vaishnava bhakta jógik, akik egész évben ott elmélkednek, végzik ott az odaadó szolgálatokat a templomban, meditálnak. És amikor megnyílik a lehetőség a zarándokok ellátogatásának, akkor szolgálják őket valamiféle kis pihenőhelyjel, étkezéssel, nagyon finom, egyszerű, de nagyon finom ételeket főznek reggel, délben, este, és az úgy az zarándokokat egy kicsit feltölti, mielőtt tovább mennek a gletscherhez. Azt hiszem, most be is fejezem, mert egyre meredekebb és egyre húzósabb utak következnek, és nem akarom elejteni a telefonomat. Csodás napot mindenkinek, nem sokára ébredtek.